Vége van a tanításnak, jönnek a gyerekek az iskolából, itt ülnek ugye ezek a hajléktalanok a padon, az egyik egyszer fölállt, ide jön a kisgyerekhez, és mondja, hogy milyen telefonod van. Én meg ugye rászóltam, hogy na balagjál tovább, kisfiam, mert mondom, ez a fiatal ember, mondom, ez itt hajléktalan, és szerintem ki akarta venni a telefont a kezéből, el akarta venni. És mondta a kisfiú, hogy köszönöm szépen, és akkor elbalagtunk együtt. Azért vagyunk itt ma Szeged-Odessa város részében, mert a Mi Hazánk alapszervezete, a Szegedi Alapszervezet több olyan információt szerzett meg, és olyan információkat kaptunk a Mi Hazánkos tagoktól, amelyeknek alapján azt a szörnyű állapotot tudjuk látni, hogy itt a mögöttem látható Vörösmarty Általános Iskolát és a környékét hát olyan személyek is hát látogatják, vagy egész pontosan folyamatosan ott tartózkodnak, akiknek a magatartása egész egyszerűen az itt lakók és az itt közlekedő embereknek, gyerekeknek a biztonságérzetét és a jó érzését sérti. Gondolunk itt arra, hogy a rendelkezésre álló tárgy és személyi bizonyítékok alapján olyan több tagú csoport már adott esetben úgy tudjuk, hogy évek óta, de itt tartózkodik, konkrétan életvitelszerűen a közterületen, ami önmagában is azért probléma, mert az ezzel szükségszerűen együtt járó olyan magatartások, sajnos mondhatom azt, hogy az információk szerint történnek, amelyek kimeríthetik a szabálysértési törvényben foglalt adott esetben garázdaságot, a koldulást, nyilván köztisztasági szabálysértést, illetőleg a szabálysértési törvény úgy fogalmaz az egész pontosan, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályának a megsértését, és hát ugye ezzel az a probléma, hogy a gyakorlatban magyarul mondva ez azt jelenti, hogy az iskolába és az iskolából jövő gyermekek, szülők félnek, nem szívesen jönnek erre, de hát ugye muszáj az iskolába menni, és hát megszólítják őket, kéregetnek, úgymond tarhálnak, és nyilván ez abban a formájában, hogy oda mennek az emberekhez kéretlenül, ez semmiképpen nem megengedhető. Gyakorlatilag ami itt még felmerült egy hete, ha jól tudjuk, akkor az információk alapján azt beszélik itt a környéken, hogy ezen személyek közül került ki egy vagy több olyan elkövető, akit, ha minden igaz, emberüléssel, tehát gyilkossággal gyanúsít a rendőrség, legalábbis ilyen információk állnak a rendelkezésünkre, és hát ugye amiért itt vagyunk az, hogy egyáltalán nem látjuk azt, hogy ez a helyzet rendeződne, az elmondások alapján egyre rosszabb ez a helyzet, és nyilvánvaló felmerül a kérdése annak, hogy hát ennek a körzetnek, a választókerületnek, illetve a lakosságnak a képviselője az mit tesz és mit nem tesz ezen állapotok felszámolásáért. Úgy tudjuk, hogy kommenteket írt valaki, és erre hatással gyakorlatilag magyarázkodásokat lehetett hallani. Azt gondoljuk, hogy nyilván ez nem a polgárok, nem a mi feladatunk, hogy gyakorlatilag a normális életvitel helyreálljon, rend legyen, és nyilvánvaló, hogy ezt kérjük, hogy amennyiben ez megoldható, már pedig meg kell, hogy oldható legyen, ennek a problémának legyen pont téve a végére, tehát hathatós olyan válaszokat, olyan intézkedéseket várunk, amelyek alapján az itt lakók békében, biztonságban tudják élni majd az életüket. Nem tartható állapot egyáltalán az, hogy félelemben, rettegésben kell élniük azoknak, akik ezt a városrészen, ezen a szakaszon akár csak el akarnak menni.
Úgyhogy ehhez képest gondoljuk azt, hogy mindenféleképpen rendőri és egyéb intézkedések megtétele szükséges, már csak azért is, mert amit felsoroltam, felmerülnek szabálysértésnek is minősíthető magatartások, amivel szemben nyilván a rendőrségnek kell eljárnia, mert ez a kötelessége. Köszönöm szépen!